Üdvözlök mindenkit, Rigó Ernő vagyok, és köszönöm szépen a kedves bemutatást. Én a Stakinak a Hálózatbiztonság és Internet Technológiák osztályán dolgozom, tehát én is inkább kommunikációs oldalról érkeztem, de ugye a Stakinak a profiából eredően elég sok ipari tapasztalat is összegyűlt nálunk, illetve nekem jut az a nemes feladat, hogy ahol az iparral foglalkozó kollégák elképzelik, hogy itt lesz egy internet csatlakozás, ott a mi részlegünknek kell ezt az internet csatlakozást elővarázsolni a hozzátartozó egyéb követelményeknek a teljesülése mellett természetesen. És hát megpróbálok egy kicsit ilyen távolról közelítve a tevékenységünkről valamennyit mesélni. Valahol ott kezdődik, hogy kezdetben lő a kőbalta és a kerék, és elindultunk az iparosodásnak a mesdjéjén. Talán ennyire nem próbálok visszamenni, de azt ugye mindannyian látjuk, hogy azok a folyamatok, azok a digitalizációs folyamatok, amelyek a társadalom egyéb rétegeit is nagyon erősen érintik, ezek bizony a gyártás, termelés, szállítmányozás és mindenféle egyéb értékteremtő műveletnek a vonalán is megjelennek. Tehát valahol egy ipari forradalomban élünk most. Ezek a forradalmak, ezek szerencsére nem úgy szoktak ugye érkezni, hogy túl feltűnőek legyenek, és hát az ipar egyébként sem a sebességéről híres, mondjuk, hogy a technológiát hasonlítjuk, a digitális technológiát, elektronikus hírközlő rendszereket hasonlítjuk az ipari rendszerekhez, akkor azt látjuk, hogy ott kicsit lassabbak a változások. Ezért aztán az a fajta digitalizáció, az a fajta kommunikáció éjség, ami megjelenik az iparban, az nem egy ilyen varázsütésszerűen, hogy leszereljük a régi gépeket és felszereljük az új korszerű wifi-s gyártósort, vagy 5G-s gyártósort, ha már ugye témánál vagyunk. Valahogy nem így zajlanak a tapasztalataim alapján, hanem inkább úgy, hogy úgy beszivárog az informatika, beszivárog a kommunikáció, beszivárognak a szenzorok. Mindig egy-egy use case, egy-egy igény az, ami a konkrét digitalizációs lépéseket előre lendíti, és hát ugye nagyon költségérzékenyek is, és nagyon költségcentrikusak is ezek a beruházások, amik ezzel kapcsolatban megvalósulnak, úgyhogy nem feltétlen mindig a legmagasabb, mondjuk a informatikai értelemben vett legmagasabb szint az, ami megjelenik az ipari rendszerekben. Ez a múlt, vagy közelmúlt, és hát ugye azt látjuk, hogy ahogy újabb és újabb ipari rendszerek jelennek meg, egyre inkább mozdulunk el abba az irányba, hogy ezeket már szándékosan egy cloud connected környezetre tervezik, ezeket úgy alakítják ki, úgy álmodják meg, olyan képességekkel ruházzák föl a tervezők és a kivitelezők, hogy a működésük gyakorlatilag már nem is valósítható meg a korszerű internetes környezet hiányában. Ugye, ahogy egyre előrébb lépünk ezen a vonalon, ezen az alsó idővonalon, egyre nagyobb kihívások, egyre komplexebb rendszerek jelennek meg. Ugye, aki informatikával foglalkozik a hallgatóság köréből, az biztosan tudja, hogy ott az, hogy egy rendszer 15-20 rétegből áll, és azokhoz különböző fajta szakértelmek is kellhetnek esetleg, és ezek az egymással kommunikáló, szerencsés esetben jó interfészeken és nyílt protokollokon kommunikáló rendszerek, ezeknek a belsejében pontosan mi történik, ez elég nehezen átlátható már egy darab ember számára. Ugye ez mondjuk nem igaz még a kőbalta szövőszék kategóriáról, ott még azért ilyen polihisztor jelleggel neki lehetett ugrani. Én azt gondolom, hogy az 5G technológiák is már abszolút ezen a szinten vannak. Én már a 3G-nél is úgy éreztem, látván a codebookot, hogy azt egy ember nem fogja tudni a fejében tartani és teljes mértékben átlátni. És hát az ipari rendszereknél is elérkeztünk ide. Ez az egyik feldobott dolog, amit itt mindenkinek a figyelmébe ajánlok, tehát hogy az ipari rendszerek azok bizony
többé-kevésbé felkészültek arra technológiára, amiről most itt a mai nap beszélgetni szeretnénk. Legalábbis az igény megvan, ahogy szokták mondani. A másik téma, ami még ilyen globálisabb képet hoz elénk, és amivel készültem, ez a körkörös gazdaság. Ugye itt, amikor jöttünk a konferenciára, akkor is már érkezett ilyen, hogy öltözünk föl jól, mert lehet, hogy hideg lesz, ugye erről már a kolléga is itt beszélt. Látjuk, hogy milyen természeti, gazdasági és egyéb folyamatok játszódnak körülöttünk. Lehetnénk ugye pessimisták, de hogyha előre szeretnénk lépni, akkor általában ugye az ökológiai kérdésekben is, gazdasági kérdésekben is inkább az optimizmust és a megoldás keresést szoktuk választani. És egy ilyen vízió, egy ilyen remény az, hogy valamikor elérkezünk abba a korszakba, amikor a teljes gazdaságunk átalakul valami körkörös folyamattá. Tehát nem az lesz, hogy kizsákmányoljuk a környezetünket, és az erőforrásokat elhasználjuk, aztán ami nem kell, azt eldobjuk, és rengeteg hulladékot termelünk, hanem megpróbáljuk a hulladék mennyiségét csökkenteni, az elhasznált energia mennyiségét csökkenteni, és minél több mindent visszaforgatni, minél több mindent újra felhasználni. Ugye ez egy sokkal bonyolultabb dolog, hogyha belegondolunk, mint az a klasszikus megveszem, használom, eldobom szemlélet, ami bizonyos korszakokban legalábbis így előirányzatként megjelent szerintem előttünk. Sokkal több koordinációra van szükség, sokkal több kihívást jelent, és hát itt a digitális transformációnak nagyon komoly szerepe van. Tehát azt látjuk, hogy ezeket a folyamatokat, ezt a körkörös gazdaságot bepörgetni, beindítani, ezt nagyon nehéz átlátható adat közlések, adat átvételek, koordináció, tervezés, előrejelzések nélkül, és hát gyakorlatilag azt az információs aszimetriát, amit itt a szereplők között néha tapasztalunk, hogy nem tudja, hogy mire számítson, milyen fajta folyamatokra kell felkészülnie, mondjuk milyen fajta erőforrásoknak az újrahasznosítására kell, vagy milyen logisztikai feladatokra kell középtávon felkészülnie egy ipari szereplőnek, ezeket fel kell oldani. És az egészhez egy olyan üzleti modellváltásra is valamennyire szükség van, ami részben egyébként be is indult, vannak olyan ipari szektorok, ahol ez előrébb tart ez a folyamat, és nyilván vannak olyanok, ahol hátrébb. Tehát ez volt a másik ilyen szempont. És akkor nézzük, hogy mit tehez ehhez az egészhez hozzá az 5G. Ugye azért gyűltünk most itt össze, hogy ezt megnézzük. Hát egyébként az egyik dolog ugye, hogy ez a következő trendi dolog, amivel foglalkozni kell, és ezt teszi hozzá. Azért ennél kicsit pragmatikusabbak is lehetünk. És hát itt van pár ígéret, ezeket az ígéreteket még valamennyire vesézném. És ezeket az ígéreteket, hogyha az 5G be tudja tartani, már pedig úgy tűnik, hogy sok esetben már sikerült, akkor bizony ezek nagy hasznára lehetnek az ipari folyamatoknak is. Úgyhogy nézzük meg, hogy mik az ipari követelmények, és azt fogjuk látni, hogy nagyon nem egyértelmű, nagyon nem egyszerű az ipari követelményeket kielégíteni. Ugye az egyik oldalon van a szokásos üzleti oldalról is gyakran előkerülő információ alapú gazdaság, kommunikáció, nyitottság, autonómia, alkalmazkodó képesség, újrakonfiguráció, robosztusság és egy fenntartható, folyamatosan fejlődő ökoszisztéma. És a másik oldalon meg hát néhány realitás. Tehát ugye az iparban elég fontos a tudás hasznosítása, és a megszerzett tudásnak a minél hosszabb ideig történő profittá való konverziója, tehát nagyon drasztikus változások sok esetben nem tesznek igazán jót. Az adatpiac és az adatok szabad áramlása, ez remek dolog, de nagyon fontos sok ipari szereplő számára az, hogy ezekben mennyire bízhat meg, mennyire szabad az adatokban hinni, és hogyan tudja a globális kontrollt fönntartani egy ilyen masszívan elosztott és autonóm és újrakonfigurálódó rendszerben. Úgyhogy a tervezés jelentős kihívásokkal küzdik az ipari oldalon is.
És hát itt sok egyéb kérdés fölmerül, most nem fogok mindegyikbe részletesebben belemenni, nyilván társadalmi hatásokra is föl kell készülni, illetve hát a verseny és a piaci érdek még nagyon fontos kérdés. Ugye akkor fognak az ipari szereplők is lépni, hogyha úgy érzik, hogy ez az érdekük, erre van szükségük. Úgyhogy nem könnyű azt mondani, hogy itt az 5G, és akkor tessék nyugodtan használni, és erre rögtön azt várjuk, hogy ráugranak majd az ipari szereplők, valamennyire az igényt is meg kell teremteni hozzá. Ipari oldalról ugye most már komplex gyártási hálózatokról beszélünk, biztos ismerős néhányaknak ez a, hogy gyakorlatilag nem tartunk fel raktárkészletet, hanem a logisztikát úgy koordináljuk, hogy pontosan akkor és pontosan azok az erőforrások álljanak rendelkezésre, amikre az adott művelethez szükség van. Ugye ez kicsiben is igaz, nagyobb, komplexebb rendszerek esetében is igaz, és hogy a beszállítói láncok egyre hosszabbak lesznek, és egyre komplexebbek lesznek, ez bizony egyre több kommunikációt, egyre több koordinációt igényel szereplők között is. Egy másik ilyen trend, ugye ez a cloud manufacturing, gyakorlatilag azt a koncepciót, ezt az on-demand koncepciót próbálja megvalósítani ipari környezetben, mint amit egyébként a számítástechnikai környezetben cloud néven ismerünk. Hát itt azért vannak szintén kihívások, ugye vannak a soft erőforrások és a hard erőforrások. Ugye a soft erőforrásokat viszonylag könnyű ilyen cloud modellben elképzelni, hogy kompetenciát vásárolok a piacról, on demand, egy app-in keresztül szakértőket hívok le, munkaerőt foglalok le, tanácsot kérek, stb. Hát az már kicsit nehezebb, hogyha mondjuk acélhúzalt szeretnék cloud rendszerben rendelni, vagy logisztikai szolgáltatást szeretnék ilyen on-demand fölhasználni, és hát bizony ez elég sok kihívást, és megint elég sok kommunikációs és adategyeztetési feladatot hoz magával. A digitális ikermodellt föltettem, mint egy ilyen valahol a közepén levő dolgot ezeknek a kérdéseknek, valahol a fizikai és a virtuális közti kapcsolatot talán ez jelképezi legjobban. Ugye ennek vannak alapfeltételei, hogy egy ilyen digitális iker létrejöjjön, megfelelő adatokkal kell rendelkeznünk, azokat megfelelő sebességgel be kell tudnunk táplálni egy rendszerbe, és ott olyan modellekkel kell tudnunk dolgozni, amik a valóságot a lehető legjobban lekövetik, de ennek nincs itt vége. Ugye erre épülnek különböző dolgok, nem azért csináljuk a digitális ikermodellt, mert olyan menő az, hogy 3D-s szimulációban meg tudunk nézni egy robotkart, hanem ebből szeretnénk optimalizálási eredményeket elérni, szeretnénk döntéstámogatást, szeretnénk tervezési időt csökkenteni. Úgyhogy ez csak egy kis szelete azoknak a technológiai területeknek, ahol az 5G komolyabb szerepet kaphat az iparban. Nézzük akkor itt az ipari konkrét alkalmazási területeket, ezeket megpróbáltam hát kicsit saját szemüvegen keresztül összegyűjteni. Tehát ugye a nagy sávszélességű alkalmazások az 5G privát hálózatok esetében nagyon gyakran videó továbbítási alkalmazásoknak a megjelenését jelentik. És hát a precíziós szenzoradatgyűjtést azt úgy kell érteni, hogy nagyon sűrűn és nagyon sok adatot gyűjtünk be bizonyos szenzorokról. Virtuális valóság, augmented reality alkalmazások szintén megjelennek, ezek összefüggésben vannak valamennyire a videó megoldásokkal, és nyilván a gépi látás és érzékelés is. Ezek mind nagy sávszélességet igénylő alkalmazások. A késleltetés szintén egy nagyon fontos ígéret, amit az elején is már felvetítettem. Nagyon gyakoriak az ipari környezetben a valós idejű zárt vezérlési rendszerek, tehát amikor valaminek pontosan bizonyos időben meg kell történnie, hogyha később történik, meg már nem érdekes. Nem olyan, mint egy letöltés, hogy ha átállt a traktor a munkatársan, akkor majd visszatolat, és akkor olyan, mintha semmi nem történt volna. Bizony itt nagyon kritikus biztonság, mint emberi élet biztonsága értelmében is kritikus folyamatok vannak, különösen a humángép együttműködési folyamatokban, amik ugye szintén nagyon fontos trendként jelennek meg. És hát természetesen az autonóm járművek itt is fontos szerepet kapnak, autonóm földi járművek, szállítósorok, raktározó berendezések és a levegőben szálldosó drónok szintén ismerősek, és ezeknek az ipari alkalmazásai szintén fontosak.
Megjelenik még pár paraméter, például a nagy sűrűség, ugye az, hogy nagyon sok ügyfelet tudunk kiszolgálni egy adott légtérben, vagy egy adott földrajzi területen. Ez az 5G-nek szintén egy fontos ígéret az ipar szempontjából. És az, hogy ellentétben más megoldásokkal, a eddigi kommunikációs vezeték nélküli kommunikációs megoldásokkal, az 5G az képes elvileg 0 millisekundumos handovert végrehajtani, tehát képes úgy cellák között mozgatni kommunikációban álló feleket, hogy azok semmit nem vesznek észre abból, hogy cellát váltottak. És természetesen a rugalmas konfiguráció minden egyéb előnyét lehet élezni azzal, hogyha nem kell vezetékezni. Most kicsit a STAKI-ról beszélek még a fennmaradó időben, mivel foglalkozunk, milyen use case-eink vannak és milyen laborunk lesz ennek megfelelően. Ugye mi is nagyjából ezekkel a területekkel próbálunk foglalkozni, amelyek itt megjelentek az eddigi kicsit tágabb képet festő előadás részben. Vezeték nélküli szenzorok nyilván fontosak, ezek nélkül nem lehet korszerű ipari környezeteket építeni. Képfeldolgozás szintén egy fontos kutatási területünk, és az AGV, UAV vezérléseknek az optimalizálása és az ezzel kapcsolatos kommunikációs követelményeknek a kiszolgálása, illetve megjelenik ugye itt az energia hatékonyság, különösen az edge computing esetében, ugye az 5G azt is ígéri, sok minden egyéb ígérete mellett, hogy még energiahatékony is lesz, amikor ezeket a feladatokat végrehajthatóvá teszi számunkra. Az első komolyabb use case, amit a kollégáktól kaptam, az ott a piros bekeretezett rész a kivetítőm. Ha valakinek nem lenne teljesen egyértelmű, az ott egy ilyen plexi doboz, aminek a sarkában éppen elakad a robotkarnak a vezetéke. És a kollégák jelezték, hogy mennyivel jobb lenne, ha nem lenne ott az a vezeték. Ez már ugye egy közvetlen hozadék egy ipari környezetben az 5G technológiának, hogyha azt a vezetéket olyan megbízhatósággal és olyan minőségben tudjuk helyettesíteni egy 5G-s kapcsolattal, hogy kommunikációs szempontból, számítógép hálózati szempontból ekvivalensnek tekinthető a kettő egymással, akkor ez nagy könnyebbség egy csomó tervezési feladatnál, és nyilván a kivitelezés esetén is, már csak az újra konfiguráció szempontjait figyelembe véve, de természetesen sok egyéb szempontból is. Kicsit komolyabbra fordítva a szót, ugye itt a STAKI-nak az AGV-s alkalmazása látszik, itt adaptív útvonaltervezési feladatokat szeretnénk végrehajtani. Jelenleg is Wi-Fi, illetve 4G technológiával működnek ezek az AGV-k, és hát szeretnénk ezeken kipróbálni az 5G-t is, és azt megnézni, hogy mennyivel lesz hatékonyabb az algoritmusok futtatása. És ugye itt fölmerül a beltéri hely meghatározás, mint szintén egy fontos ígérete az 5G-nek. Ez azon ígéretek egyike, amelynek a betartását még nem nagyon látjuk. Vannak más ígéretek, amelyek inkább már a gyakorlatban is elérhetőek. Pick and place egy nagyon klasszikus ládapakolási feladat, robottal, robot-humán együttműködéssel, ennek különböző konfigurációival, itt is elég komoly szenzoriális feladatok vannak, itt ugye már az emberi életvédelmi is előkerülhet, mint fontos szempont. Itt is reméljük, hogy az 5G-t azt hatékonyan fogjuk tudni alkalmazni. Végül az UAV-k a pilóta nélküli légi járműveknek az irányítását, itt nyilván megint fontos kérdés az, hogy milyen távolságban, milyen sebességgel lehet kommunikálni, és milyen megbízhatósággal egy-egy ilyen drónnal például, milyen sebességgel haladhat, és mennyire fog eltűnni a látómezőnkből számítógép hálózati szempontból, hogyha éppen cella határon mozog. Úgyhogy ezzel kapcsolatban is eléggé komoly elvárásaink és reményeink vannak. És akkor az utolsó diához, hogy mit szeretnénk kialakítani, ez folyamatban van, eléggé jól megrágjuk ezt a döntést a STAKI-ban, mert egy olyan rendszert szeretnénk, amely a lehető legtöbb use case-hez alkalmazkodik, a lehető legtöbb kipróbálási lehetőséget adja a kollégák számára a magán és nyílt hálózatok kombinációjával, vagy csak kimondottan magánhálózatoknak a felhasználásával. És
hát meglátjuk, hogy ezeket a célokat, amiket itt az alján felsoroltam a diának, sikerül-e majd elérnünk minden bizonnyal, hogyha sikerül, akkor is be fogok róla számolni, és hogyha nem, akkor meg még szívesebben, mert akkor sokat fogunk belőle tanulni. Köszönöm szépen a figyelmet!